Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy meglepetés, egy váratlan dolog. Ez a gondolat azért volt most nálam, mert két napja lázas vagyok, beteg, influenzás, és ez is egy olyan helyzet, amire én nem számítottam, tehát ez is egy meglepetés volt számomra, egy kellemetlen meglepetés. De azért remélem, hogy a napokban javul a helyzet. És milyen meglepetés lesz nála és nálad, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Itt bal oldalon vannak az ő képei, vele szemben a tiéd. Itt látható, hogy a kezébe veszi ezt a botot ugyanúgy, mint itt. Ez utal arra, hogy meg lesz nála a bátorság, a lelkesedés, aktív lesz, de mielőtt lépéseket tesz, odafigyel bizonyos dolgokra. Holott lesznek olyan pillanatok, amikor elsieti, meggondolatlan, mond valamit, ami téged megbánt, és később ő is megbánja azt, hogy meggondolatlanul cselekedett veled. Holott ő tervez veled együtt egy új irányt, ezek új lehetőségek, vagy egy életút. Ez a második bot itt mellette téged szimbolizál, tehát te ott vagy a közelében, de még van egy harmadik személy, vagy a múlt, amit ő lezár. Ezek a megújulások, ez olyan, mint egy újjá születés. És most megtekintjük a te kártyáidat. Itt Justícia, Istennő, az utal az igazságra. Ez lehet egy bírósági ügy, amit rendezned kell. De jelenti az igazságtalanságokat is, hogy ő itt mond valamit, elsieti a dolgokat, meggondolatlanul bánik veled, és ez megsért téged, hiszen ezt te igazságtalannak látod. De kezedbe veszed itt a kardot, és elvágod ezeket az eseményeket, átteszed magadat ezen. Ahol még igazságtalanság lehet, erre utal ez az arany érem. Ez lehet az anyagiakat illetően, vagy a munkádat illetően, hogy ott is átéled ezt a helyzetet. Vagy jelentheti azt, hogy valaki ki akar használni anyagilag. Amit ez az arany érem még jelenthet, a belső értékek, a megbecsülés. Ha ezt megkapod, akkor igazság ér téged. Ha nem, akkor itt vannak az igazságtalanságok. De nagyon magabiztos leszel, hiszen itt vagy, mint egy királynő, a kezedben van ez a kard, és tisztázni fogod ezeket a dolgokat. Miután kimondtad azt, hogy mivel bántott ő meg téged, itt lesznek változások, hiszen itt láthatóak a megújulások, megvan rá a lehetőség, hogy tisztázd vele ezeket a dolgokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!